Két év kihagyás után a járványhelyzetet követően ismét megszervezte nyár csalogató bemutatkozó gálaműsorát az újhelyi iskola. A Flash központba várták az érdeklődőket, ahol a zenéjé és a táncé volt a főszerep péntek délután. A gálaműsor már több évtizedes múltra tekint vissza. Akkor kezdték, amikor elkezdődött az iskolában a táncoktatás. Elsősorban a táncos növendékeink mutathatták meg a tudásukat, amit egy év alatt megszereztek, és egy nagyon jó kórusunk van, tehát általában még ők színesítették ezt a programot. Aztán ugye a koronavírus járvány miatt ezt most két évig nem tudtuk megrendezni, és nagy örömünkre szolgál az, hogy most idén újra színpadra állhatnak a gyerekek. A műsor első felében az iskola tánccsoportjai mutathatták meg tudásukat. Elsőként a kisiskolások balett előadását láthatta a közönség, majd az Oké Dance csapata lépett színpadra. A diákok verses és színi produkciókkal is színesítették a programot. Mint mondták, nagyon sokat készültek a produkciókra. Az osztályjal táncolni fogunk, és kórussal is fel fogok lépni. Mi vagyunk a Grundot, fogjuk előadni, az iskolánk táncosai fognak alatta táncolni. Énekelni fogunk egy angol dalt is. A műsor zárásaként az iskola nagy hagyományokkal rendelkező kórusát hallhatta a közönség, ami ma már 50 tagot számlál. Szinte minden évfolyam képviselteti magát rendszeres fellépői iskolai és városi rendezvényeknek. Repertoárjukban a klasszikus kórus irodalom darabjaitól a modern könnyűzenei számokig sok mű fellelhető. Számos ismert dal után Presser Gábor slágerével köszöntek el a közönségtől. Milyen jó!